Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből, engem Molnár Miránnak hívnak, és egy közös kis kísérlet az csábítok mindenkit. Ugyanis egy olyan eszközt készítünk, ami már meglepően egyszerű, de meglepően Fontos tudományos megfigyelésekre ad lehetőséget. Nagyon hasonlót egy másik videónkban építettünk, de most ez egy olyan kísérleti eszköz lesz, amit azért szeretnék most külön megmutatni, mert később még egészen-egészen izgalmas dolgokra is alkalmas lesz. Az eszközünk gyakorlatilag egy töltésmérő. Nézzük is meg, hogy, hogy miből, miből áll egy ilyen töltésmérő. Alapvetően természetesen ezt is, mint minden elektromosságot mérő eszközt, jól el kell szigetelnünk a, a külvilágtól. Tehát fontos, hogy amit ráviszünk elektromos töltést, az ne tudjon azonnal távozni a, a földbe, ezért használnunk kell műanyag poharat, vagy valamilyen műanyag dobozt. Fa vagy papír az nem jó, tehát azok, azok bizonyos szempontból, el, bizonyos mértékben el tudják vezetni a, a töltést. Erre is fogunk majd mutatni egy filmet, hogy mennyire igaz ez. Magát az eszközt egyébként gemkapocsból fogjuk megcsinálni, az lesz a gyakorlatilag az egész ö, dolognak a lelke. A gemkapcsot azt jól ki kell egyen, egyensíteni, és ö, hát ezt talán nézzük is meg közelebbről, hogy mi a végeredmény, amit ebből a gemkapocsból kihajtogatunk. Gyakorlatilag egy, egy ilyen, hát én most egy ilyen nagyobb bacskát használok, nyilván, hogyha valakinek mondjuk kisebb műanyag pohara van, akkor akár mondjuk egy joghurtos pohár kimosva és fejjel lefele tartva, azzal is megcsináltam, ott akkor jó a kisméretű gémkapocs is. Tehát egy ilyen nagyon, a gémkapocsot egyszerűen csak úgy kihajtogatjuk, hogy gyakorlatilag kapjunk egy ilyen egyenes, egyenes szárat, és a legvégére ennek az egésznek egy pici kis ilyen kanálformát hajtogatunk. Gyakorlatilag így. Így nézzen ki. És az a kanál, ez merőlegesen áll a, a másikra. Hát ez most így, hogy látszik jól, gyakorlatilag sehogy. De a lényeg az, hogy, hogy ha ide rátesszük ennek a pohárnak a tetejére, akkor ezt most nézzük meg egészen közelről, akkor így, így tesszük rá, hogy ezen az oldalon itt van ez a kis picit, picit kunkorodó, picit fölfele álló vége, és a másik oldalon pedig egy ilyen vízszintesen kunkorodó vége van. Na, és ehhez kell majd a gyurma, majd, ami látszani fog a, a, a listában, hogy itt ezt, itt középen rögzítsük ezen a poháron gyakorlatilag így, hogy mindkét irányban egy picit kilógjon, talán az egyik irányban, amelyiken ez a kalászszerű végződés van, ott egy picit jobban kilógjon. Jó? Alufóliából levágunk egy vékony csíkot. Tényleg fontos, hogy viszonylag hosszabb csík legyen, és, és vékony. Tehát, hogy ne, ne legyen nehéz. Ez nagyon fontos. Hiszen itt majd a szétválasztott elektromosságból fellépő erők fogják ezt mozgatni. Tehát fontos, hogy könnyen mozgatható kis alufólia lapka legyen. Ezt ide, arra kanalas végére rá tudjuk aggatni, amennyiben elég ügyesek vagyunk. Tehát gyakorlatilag ezt át kell fúrni az alufóliát, és így egyszerűen csak rálógatni. Így. Ez így önmagában még persze nem elég arra, hogy elektromos töltést kimutasson, hiszen valamihez képest vonzódnia vagy taszítódnia kell ennek az elektromos lapkának, és mi most egy, egy földre ö, rakott fém tárgyhoz fogjuk közelíteni, ezt szintén alufóliából hajtogatjuk meg, gyakorlatilag egy ilyen, hát egy ilyen, áthúzatlan, egy ilyen, hát ha valaki a görög ABC-t is, mint ilyen lambda beti formá, jó, de nyilván így is el lehet képzelni, egy ilyen sátorforma eh, dolgot készítünk a amit nagyon közel tudunk tenni hozzá. Ez fontos, hogy ez viszont ténylegesen, ténylegesen az asztal lapjára eh, érjen le. Tehát ez úgy mond, hogy ilyen elektromos, elektronikás eh, szavakkal élve, ez le legyen földelve. Tehát ebből tudjanak távozni a, az elektromosságért felelős részecskék. Na most, a kísérletünk a következő lesz. Nem ér össze a kettő egyébként, csak, hogy nagyon közel van hozzá. Ez fontos. Mi történik itt? Ugye azt fogjuk csinálni, hogy a szintén itt mögöttem látszik, ugye, hogy szükség, az olló azért kell, hogy levágjuk ezt a vékony csíkot az alufóliából, szívószál és papír zsebkendő pedig azért, hogy az elektromos teret létrehozzuk. A papír zsebkendőt és a szívószálat, ha összedörzsöljük, akkor az a eleve bennük lévő elektromosságért felelős részecskéket erővel el tudjuk szaggatni egymástól. Gyakorlatilag nyers erővel elérhető, hogy az, egy, ugye az egyébként semleges ö, szívószálon elektromos többlet keletkezzen azért, mert az elmozdulni képes elektromosságét felelős részecskéket, az elektronokat, erővel leszaggatjuk az egyikről, és áttesszük a másikra. Na most, ha ezt megtesszük, akkor tehát a szívószálunk körül erős, hát viszonylag erős elektromos tér alakul ki, hiszen a szívó az egyik elektromos töltésből több lesz, mint a másikból. Na kérem szépen, most viszont nézzük magát a kísérletünket hogyha én ezzel a megdörzsölt szívószállal elkezdem közelíteni, kicsit fordítok rajta, hogy talán még jobban látszódjon a kamerán is a kísérletünk, hogyha elkezdem közelíteni a megdörzsölt szívószállal a másik oldalát az elektromos töltésmérőnknek, akkor az látható, hogy kibillen, hozzáér és vissza, visszalóg. Ha közelebb viszem, megint kibillen, hozzáér és visszalóg. Közelebb viszem, megint kibillen, hozzáér, Közelebb viszem, megint kibillen. De azt tessék megfigyelni, hogy ahogy közelítem, most újra meg fogom csinálni, ugyanebből a magasságból jó, ha nézzük, újra meg fogom csinálni. Tessék megfigyelni, hogy egy közelítem, nem ugyanannyi billegés tartozik ugyanannyi távolsághoz. Innen indulunk. És megtettem ekkora utat, és egyet billent. Megteszek fele annyi utat körülbelül és egyet billen, és megint újra csak fele annyi utat teszek meg, hogy újat billegjen, egyre kevesebb közelítés kell ahhoz, hogy egyet billegjen. Egy billenés az gyakorlatilag egy egységnyi elektromos térre felelős, hiszen ugye amikor oda a megdörzsölt szívószállamat ehhez az egész rendszerhez, akkor itt a tetején lévő kiegyenesített gémkapocsban szétválasztom a töltéseket. Azok a töltések, amik ugyanolyan ö, töltésűek, mint a, mint a szívószálom, azok átkerülnek a túloldalra bele a lógó alufólia lemezbe. A másikak meg ide, itt maradnak, hogy ide jönnek. Amik ide átkerültek, azok természetesen meg fogják osztani az álló alufólia lemezben lévő elektromos részecskéket is, aminek egy része elmegy az asztalon keresztül a földbe. De minden esetre az biztos, hogy ez a kettő egymást vonzani fogja, mert itt fölül ellentétes töltések lesznek, mint ott alul. Vonzani fogják, ha összeérnek, akkor viszont szépen a földbe ezen a lapon keresztül az ebben lévő többlet töltések el tudnak menni. Vagyis minden egyes összeéréshez ugyanannyi töltésre van szükség. Látjuk, hogy ez az elektromos tér, ahogy közelítem, nem egyenletesen erősödik, hanem minél közelebb megyek hozzá, annál jobban erősödik. Ezzel a kísérlettel ezt tudtuk kimutatni. A billegésnek a gyakorisága jellemzi az, erős, az erős, elektromos térünknek az erősségét. És hogy mire lehet ezt még használni, hát kérem szépen, azt pedig majd egy következő videóban mutatom meg próbáljuk ki, csináljuk meg, nagyon izgalmas, és ez hát már egy egészen komoly mérés. Ha oda teszünk alá egy centiméter skálát, nagyon jó kis méréseket lehet végezni, amikből olyan következtetéseket vonhatunk le, aminek a matematikáját majd talán 8. osztályban fogjuk megtanulni fizikából.